Szombaton azzal a céllal lépett pályára az Alko FKC a szerb Zaječar otthonában, hogy megőrizze 4 gólos előnyét a kupagyőztesek Európa kupájának 8-döntőjében. Sokáig jól tartották magukat a fehérvári lányok, elsősorban Tilinger és Triscsuk góljainak köszönhetően. Az ukrán bíró páros engedte a kemény, olykor durva játékot, amivel élt is az Zaječar, de egészen az első félidő végéig kellett várni a hazai szurkolótábornak, hogy kedvenceik ledolgozzák összetettbeli hátrányukat. 14-10-zel vonultak pihenni a csapatok. A második 30 perc elején tartósnak tűnt a 3-4 gólos hátrány, ami biztató volt. A meccs 40. percében aztán áttörte a lélektani határt a szerb listavezető, és már az összetettben is gólelőnybe került, ekkor 19-14-et mutatott a frissen felszerelt eredményjelző. De ekkor sem volt még nagy baj, 2 gólra volt az Alko a továbbjutástól, de hogy a találkozó nagy részében a végjátékban sem tudott mit kezdeni az Zaječar védekezésével a magyar együttes, és az utolsó 20 percet bár Szikora remekül védett, 5-3-ra nyerték Mangé vezérletével a hazaiak. A vége Zaječar Alko a 24-17 összesít 44-41-jel a szerb sztárcsapat jutott a legjobb 8 közé. Azt gondolom, hogy igazából az a fajta helyzet kihasználás, ami jellemzett bennünket, az nyomta rá a bélyegét a befejezések pontatlanságára, tehát mindenképp én azt mondom, hogy persze a nyitott védekezésből a lebontásokat igyekeztünk elkezdeni, utána viszont olyan helyzetek alakultak ki, amiből nem tudtunk gólt lőni, tehát a helyzetek megvoltak, csak nem tudtuk befejezni. A védekezésben én azt gondolom a kapus teljesítménye nem volt gond, tehát inkább a támadó játékunknak valóban a pontatlansága okozhatta ezt a különbséget. Akaratunkon nem volt semmi, a védekezésünk nem volt elég feszes, nem volt olyan, mint egy héttel ezelőtt, és ezt kihasználták sajnos, és az ígyszereket abban is sokat hibáztunk. Egy picit úgy érzem, hogy nem hittük el, hogy itt, vagy nem tudom, hogy elhittük-e, hogy nyerhetünk, de szerintem szívünket, lelkünket kitettük, és nagyon elfáradtunk. Az Alko FKC emelt fővel búcsúzott az európai kupaporontól, a lányok küzdeni tudása dicséretes, és a két mérkőzésen mutatott játékra lehet építeni a bajnokságban is, ahol a cél, hogy a csapat az 5.-8. helyért játszon a rájátszásban.